Az újfehértói református általános iskola és óvodában jelenleg 25 pedagógus dolgozik, és több mint 250 tanuló jár az intézményekbe. Az iskola kifejezetten erős a sportban és az idegen nyelvben. Elsősorban a református hitbeli nevelés az, amire hangsúlyt kell, hogy helyezzünk. Az Úr Jézus Krisztust, mint alapot tekintve kell, hogy ráépítsük a jövendő nemzedéknek az életét. Hisszük azt, hogy az Anya Szent Egyház jövője azoknak a gyermekeknek a neveléseiben, tanításában valósul meg. Úgy tekintünk ezekre a gyermekekre, mint a jövő olyan nemzedékére, akik azokat az értékeket hordozzák magukban, amit a mi Istenünk, a világosság Istene sugároz oda, arra a kis közösségre. Tulajdonképpen azért is egyedülállónak tekinthető a mi oktatási intézményünk, mert óvodát és iskolát is működtetünk. A két intézmény nagyon szorosan egymásra épül. Ez azért jelentős, mert már gyermekkorban megalapozzák azt a nevelést, amit az általános iskolában folytatnak. A pénteki aláírással sikerült elérnie az intézménynek, hogy 62 év után most újra van általános iskola az újfehértói református egyházközség tulajdonában. Hosszas tárgyalásokat követően állami segítséggel mintegy 232 millió forintért vásárolhatja meg az egyház az ingatlanokat. Az ünnepélyes aláírás kötéskor elhangzott, az ingatlanok megvásárlása nem csak büszkeséggel, hanem felelősséggel is jár. Köztudott az, hogy ez az iskola már évek óta 6 esztendeje a református egyház fenntartásában működik, és abban a pillanatban, amikor az egyház az önkormányzattal aláír egy adásvételi szerződést az épületre vonatkozóan, akkor az azt jelenti, hogy nem csak az ott élő dolgozók, illetve nevelésben részesülendő gyermekek felelősségét hordozunk, hanem a keretet is, az épületet. Az egyház önértelmezése szerint bármilyen dolognak a birtoklása, tulajdonba vétele, az egy különleges felelősségérzetet ruház ránk, hiszen nem csak a társadalom felé tartozunk felelősséggel, hanem az Isten felé, akiről valljuk a Biblia alapján, hogy övé az egész föld, a teremtett világ és annak a teljessége. Újfehértó életében azért is jelentős az esemény, mert így a három történelmi egyház mindegyike részt vállal az oktatásban. A tankerületi iskolák mellett ez azért is fontos, mert egy egészséges versenyszellem alakulhat ki az intézmények között, közölte a település polgármestere. Én nagyon büszkén látom azt, hogy milyen versenyek zajlanak állami fenntartású, egyházi fenntartású intézmények között, és természetesen az is nagyon fontos, hogy bebizonyította az egyház az elmúlt időszakban, 2012 óta, hogy tud jó gazdája lenni, nagyon a szívén viseli a oktatásnak a sorsát, és én abba bízom, hogy picivel, hát ha több pénzük is lesz arra, hogy magát az iskola épületet fel tudják újítani, hiszen arra néhány százmillió forint feltétlen kell még, hogy meglegyen. A térség országgyűlési képviselője is támogatta az egyház kezdeményezését. Részben azért is, mert Simon Miklós a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja volt, így ő is egyházi iskolában tanult. Meggyőződéssel vallom, és tudom, hogy az egyházi kézben lévő iskolák nagyon jó iskolák, és szerettem volna, hogyha Újfehértó is részesedik ebből. Ugye működik a görögkatolikus iskola, a római katolikusok kezébe is van egy gimnázium Újfehértón, és a református egyház pedig rászolgált arra, ugye a kérdésében is benne volt, hogy 62 év után újra egyházi iskola legyen az az iskola, tehát rászolgált a református egyház arra, hogy a tulajdonjoga az övé legyen. Ezentúl azért is fontos az aláírás, mert Újfehértóváros lakosságának egy harmada református vallású.